Norbi hetekig, mondhatnám az is, hogy hónapokig azzal foglalkozott az egész magyar közvélemény, hogy Michelis Norbi gyári pilóta lesz, vagy nem lesz gyári pilóta. Végül maradtál az Engő Motorsportnál, meghallgatnám, hogy mi volt az, ami miatt végül is ezt a döntést hoztad? Összességben volt olyan időszak a tavaly évnek, ahol úgy éreztem, hogy nehéz ez a döntés, aztán ahogy látszott, hogy közösen is legalább olyan eredményesek tudunk lenni, mint a gyári csapatban versenyző pilóták, akkor számomra is egyre inkább egyértelművé vált, hogy az elmúlt 10 évben az Engő Motorsporttal dolgoztam, tehát tényleg második családomként tekintek a fiúkra, meg a közegre, és úgy éreztem, hogy sokkal kisebb lenne a szakmai előrelépés, mint amekkora mondjuk bizonytalanságot jelentene az, hogy ezt a közeget elhagyom. De mi az a garancia, ami miatt egyszerűen úgy érzed, hogy egy privát autó is felvett a versenyt a gyári autókkal? Garancia soha sincs. Tehát nagyon sok minden le lehet írva, akár papírra is az életben. Ez az, hogy bármely területén az életnek valaki fix garanciát kapjon arra, hogy biztosan teljesül minden, amit mondjuk ígérnek neki, az soha nem lesz. Én azt gondolom, hogy vagyok már olyan viszonyban a Honda illetékesekkel is, hogy elhihetem, hogyha ők mondanak valamit, akkor abban én megbízhatom. Természetesen 100%-os bizonyosság az, mint ahogy az előbb is beszéltünk, soha sincs. De én úgy érzem, hogy szakmai szemmel sikerült előrelépni, és szerintem ennek az előrelépésnek volt köszönhető az is, hogy nekem autón belül mondjuk Argentinában már nem olyan kérdésekkel kell foglalkoznom, hogy ha esetleg összetörik az autó, akkor az anyagi nehézséget jelente, hanem most már 100%-osan a versenyzésre tudok figyelni. Egyébként, hogyha gyári pilóta lettél volna, akkor 100%-ban egyenrangú lettél volna a már ott levőkkel? Igen. Igen, nyilván. Tehát én se szeretek úgy, vagy szeretnék úgy belemenni bármilyen megállapodásba, hogy tudom, hogy nem ugyanolyanak a feltételeim, mint a körülöttem versenyzőknek, úgyhogy igen, ez mindenféle szempontból, meg szerintem aki a győzelemre hajt, annak elsőleges követelmény kell, hogy legyen. Kijelenthető, hogy a mostani Honda az egy előrelépés a tavalyihoz képest? Igen, sajnos azonban az nem jelenthető ki, hogy az előrelépés az volt akkor, hogy a Citroent akár meg is előszessük, de magabiztos vagyok, mert tudom azt, hogy érkeznek még fejlesztések szezon közben. Az első például komolyabb csomag már a Hungaroringen, és biztos vagyok abban, hogy főleg a téli tesztek láthatók alapján az autó mindenképpen gyorsulni fog még. Hol érzed még, hogy a Citroen sokkal erősebb? Argentinában is jól látszott, hogy elsősorban a végsebességünk egyenesben még nem olyan, mint amilyen lenni kéne. Ez is több okra vezethető vissza, de hát itt is azért sok olyan véleményt, megígéretet kapott az ember, és én is, mint versenyző, aminek kapcsán maga biztos vagyok, hogy a helyzet nagy mértékben javul majd. Milyen reális cél tudsz kitűzni magad el idén? A reális cél lehet talán az, hogy a márkatársak között ismét valahol az elejében pozícionáljuk magunkat, ami akár jelentheti azt is, hogy egy jó szezonnal lehetek a legjobb hondás versenyző, ez lenne nekem az első célkitűzésem. Ugyanakkor az is látszott, hogy például bővült a Citroen család, most már nem 3+1, hanem 5 autóval versenyeznek, és az is látszik, hogy azért a technikai fölény egyelőre még náluk van. Úgyhogy nehéz megmondani, hogy összetettben pontosan melyik pozíciók környékére lehetünk képesek, viszont az én célkitűzésem az, mint mondtam, az, hogy a ugyanolyan lehetőségekkel rendelkező versenyzők közül mondjuk én legyek a legeredményesebb.